A színpadon a Kajsza Kvartett. Sióagárdon a hétvégi koncert kezdő momentumai ezek, de hallgassuk csak tovább a zenészeket. Kajsza Béla édesapja, aki ma 90 évesen is jó egészségnek örvend, a fundamentuma a Kajsza Kvartettnek. Én csak egy ilyen tartópillér vagyok, aki viszem tovább ezt a nemes dolgot, vagy feladatot, hogy ezt a kvartettet létrehoztuk. A kvartett 1990-ben alakult, a gyerekek zeneiskolába jártak, és több felkérés érkezett, hogy nem tudnának együtt muzsikálni valamit. Rendezvényeken, kiállításon, meg szeretett vendégségen, meg egyéb dolgokon. És akkor hát kerestünk kottákat, lehetőséget, hogy valamit, amit a hárman tudtak játszani. És tulajdonképpen triónak indult ez az egész vállalkozás. Barna és Etelka, a két unoka 3-4 éves koruk óta zenélnek, ma pedig már 3 generáció muzsikál együtt a családból a színpadon. A családunk minden tagja szerette a zenét, és hát remélem, hogy szereti most is, hiszen az unokák közül is bent vannak most már a csapatban. Szüleim nem voltak zenészek. Édesanyámnak nagyon szép hangja volt, ő énekelt kórusba Bátaszéken, amikor Bátaszékre került a kitelepítés után, szabadulás után inkább. Akkor a Bátaszéki Templomnak a kórusába énekelt, a Janzer Pali bácsi kiváló zenetudós keze alatt, és hát nagyon szép sikereket értek el. Aztán később, amikor már óvónő lett, akkor hívták a szexádi pedagógus kórusba is, de hát akkor a családi körülmények nem engedték ezt meg, hogy oda is eljárjon. Édesapámnak pedig a zene szeretete, a zene szeretet. És ő rajong egyrészt az unokákért, másrészt a dédunokákért, és a szép zenéért. Nagyon szeretem a zenét, mert mindenkinek örömet okozok, és nagyon szeretem. És apa is szokott tanítani, jól tudom, ez milyen? Hogy működik ez nálatok otthon, hogyha apa tanít? Hát leülök, és néha nem szeretnék zenélni, és akkor apa mondja, hogy jöjjek, és akkor leülök, és akkor tanulok apával. A mostani koncerten milyen szerep jut neked, mit fogsz játszani? Én paraszt kantátát, egy régi francia dalt és egy senyépi táncot fogok játszani. Jól tudom, máskor is álltál már a papával színpadra? Igen már. Ez milyen érzés volt? Hát olyan jó érzés, hogy kiállok több 100 000 ember elé, és fújok nekik valamit, és szerintem én örömet okozok nekik. A papával nagyon jól együtt tudtok működni? Igen, jól tudunk együtt működni. Úgyhogy... Izgulsz? Igen, nagyon izgulok. Barna elszólása a több 100 000-es közönség kapcsán talán már egy jövőbeni koncert sugallata volt. Egy biztos, a mostani est teltház előtt zajlott. Akármennyire is gyakorlott fellépő az ember, a koncert előtti druk talán sosem tűnik el. Etus, te már álltál színpadra máskor is a papával? Igen. Milyen érzés volt? Még ilyen plusz izgalom az? Igen. És hát fura érzés, és egyben jó is. Szoktatok ilyen nagy családi zenéléseket csapni? Ez milyen? Hogy zajlik? Hát úgy, hogy kiválasztunk egy darabot, és utána meg elgyakoroljuk. Ennyire egyszerű, ha valaki kedvet kapott volna, e-mail recept válasszunk ki egy művet, és tessék közösen gyakorolni. Amikor először játszottunk így közösen az unokákkal, hát kifolytak a könnyeim, nekem is kibudjantak, és hát egy pár percet kellett várni, amíg észhez tértem. Az embernek mindig vannak vágyai, mindig talál magának elérendő célt, hogy mitől lesz jobb, mitől tudunk tovább lépni. Nekem régen, mikor még nem is voltak unokáim, mindig az volt, hogy ha lenne egyszer unokám, akkor tudjak még vele egyszer muzsikálni, és azt adja meg a jó Isten nekem. Nincs profilunk. Ez egy olyan kvartett, amelynek nincsen profilja. Igyekszünk szép zenét játszani, ami mindenkinek a szívéhez szól. Ebbe az egyházi zenétől, a komoly zenéig, a filmzenétől, a spirituálékig tulajdonképpen minden megtalálható.